megvalósította egyik álmát Hajós András saját ötletéből. Egy műsorral jelentkezik mostantól a Super TV2-n. A Dalfutár az első szakmabeli vélemények szerint hiánypótló és igényteremtő műsor. A részletekről Hajós Andrással beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusztok! Ez egy nagyon hivatalos felvezetés, hiánypótló, igényteremtő, de hát valójában így van, és ezt nyilván te magadról nem mondtad volna el, de mi az, amit te elmondanál a műsorról, hogyan írnád le? Hát óvatosabban fogalmazva, nekem hiányzott, ezért megteremtettem az igényemet rá, de abban az értelemben talán elfogadom, és nem nagy képűség mondani, hogy zenéről szól, nagyon sok minden szól zenéről ma a televízióban, de általában a zenével úgy találkozunk, én is általában, mint zsűri bácsi ülök szembe a zenével, egy dal már kész van, egy előadó előadja, és az előadásra, a külsőségekre és magára az előadóra figyelünk, nem pedig a dalra. Ez a műsor pedig arról szól, hogy hogyan készül a dal, méghozzá egy csavarral. Én vagyok benne a dalfutár, ezzel a kis táskámmal rohangálok különböző szerzők között. Megnézhetem, mert hogy igazi bakelitből van egyébként. Igen. És van benne valami, amit nem nektek hoztam, de majd megmutatom. Ja, más scratchelsz rajta? Igen. Szóval a dalfutár arról szól, hogy iratok egy dalt úgy négy szerzővel, hogy ők nem tudnak egymásról. Mint amikor gyerekkorunkban szóláncot játszottunk, és egymás fülébe súgtunk egy mondatot, mindenki folytatta, és aztán az valamivé vált. Én elmegyek egy zeneszerzőhöz, kérek tőle egy dallamot, elviszem egy szövegíróhoz, ír rá egy szöveget, elviszem egy producerhez, aki felépíti, felhangszereli, majd egy énekeshez, és a folyamat végéig ők nem is tudnak egymásról. Majd összegyűjtöm őket, és egy stúdióban megismerik egymást, és befejezik a dalt. Ma este például, ami látható lesz, abban Király Viktorhoz mentem el ezzel a kis táskámmal, biciklimmel, akkor fölveszem, amit ő ír, azt elviszem a szövegíróhoz, neki lejátszom, ő továbbadja, és így szépen összejön egy dal. A szövegírónak legalább megmondod, hogy milyen témában írja meg? Nem, semmi nincs megadva. Tehát van egy benyomás a dallomról, és... Igen, és abból próbál főzni, hogy ki lehet az, sőt, Király Viktor hangját például muszáj volt eltorzítani kacsa hangra, ilyen, tehát gyakorlatilag hupikék, törpikék lemezt lehetne kiadni abból, amit a Viktor dalából csináltam először én otthon a számítógépemen, hogy ne ismerjék föl, tehát hogy nagyon figyelünk erre, és őnekik csak abból lehet dolgozni, hogy mi az, amit hallanak, aztán a szövegíró megír egy szöveget, és így, és így, és így tovább. Ma este például Király Viktor, Hegyi György írta a szöveget, egy 17 éves, nagyon tehetséges, talán még kicsit ismeretlenebb fiú, Závodi Marci dolgozta föl. Akinek az apukáját most látjuk egyébként, talán Gábort, akivel egy stúdióban dolgozol épp. Igen. Jó, hogy ez már, a gyerek kicsit az iskolában volt, és meg kellett várni, amíg hazaért. És aztán Jónás Verához, aki egy alter díva, ha lehet így nevezni, kerül a dal. Tehát igyekszem mindig nagyon különböző embereket összeválogatni, mert abban hiszek, hogy ha valakik az én fejemben különböző módon is, de értékesek, különlegesek, vagy azért, mert kíváncsi vagyok rájuk, mint erre a kis srácra, akiről már hallottam innen onnan a szakmából, hogy hú, jó lesz, vagy azért, mert nagyon más, mint a többiek, és ha őket én összehozom, és az én fejemben ők tehetségesek és aranyosak, akkor biztos, hogy illeszkednek. És például ebben az adásban az Őszi Strand című dal, az úgy sikerült, gyerekek, Őszi Strand. Az lett a címe, hogy Őszi Strand. Tehát a szövegíró ezt a igen, amikor meghallotta a Viktor az Őszi Strand című dal, ami ma este az adás végére tulajdonképpen megszületik, és a nézők is láthatják, az olyan, hogy teljes messzélességgel producerként így oda mernék állni, és azt merném mondani a bármelyik rádiónak, hogy tessék, ezt meghallgatni, és lehet játszani. Ez lett volna a kérdésem, hogy van-e cél ezekkel a dalokkal, tehát hogy ezeket összefoglalni, és utána kiadni? Természetesen világslágereket akarunk gyártani. Igazából nem ennyire veszem ezt komolyan. Ha összejön, és lesz belőle esetleg egy koncert, ha összejön, és ki lehet adni, de én inkább hiszek a netes utóéletében, azért a Super TV 2-n este 11-kor én tudom, hogy a fiatalok péntek este inkább buliznak, az idősebbek örülnek, ha alszanak, de nagyon bízom abban, hogy a Super TV 2 Facebook oldalán, a YouTube-on ezek a dalok tovább élnek, tehát ezeket a dalokat klip formájában kieresztjük a nagy közönségnek, és akkor megnézzük, hogy mit tudnak ezek a furcsa módon létrejött dalok. Mi volt a cél, hogy stílusokat próbálj meg egyesíteni, vagy olyan embereket, akik soha életükben nem dolgoznának együtt összehozni, hát ha abból jó energiák születnek? Ez nem is jutott eszembe tényleg, lehet, hogy soha nem dolgoznának együtt. Így van, hiszen például van egy olyan adás, amiben egy fiatal feltörekvő Csorba Lóci, a Lóci Játszik zenekar énekese ír egy dalt, arra Fluor Tomi ír egy szöveget, a Szakos Krisztián csinálja meg, és Kökény Attila énekli el. Az igaz. De olyan is van, ahol egyébként a kismenőkből ismert gitártanár Lee Oliver, aki egy fiatal srác, és még most
most írja az első dalaira, ír szöveget a Majka, és aztán azt énekli el, hú, már nem is tudom, hogy ki, szóval nagyon-nagyon megkavartam a dolgot. Ha szabad egy kicsit fennköltem mondanom, a magasztos célom ezzel az, hogy megmutassam azt, hogy ez egy szakma, és a dal az nem csak úgy van, hogy úgy leakasztjuk, vagy megvesszük, vagy letöltjük, hanem egy jó dal, az készül. És hogy ez nem csak a régi öregeknek, Balázs Fecóknak, Kovács Katiknak, Konzsuzsáknak, Cserhátiknak a sajátja, hogy ilyen nagy dalaik lehetnek, hanem ezt ma is meg lehet csinálni, ha akarjuk. Ami meg a kicsit kevésbé fennkölt cél, az az, hogy szórakoztatni akarok. Ez a műsor, a Dalfutár, az arról szól, hogy szerintem milyen is tudna lenni a kereskedelmi tévézés, miközben persze tudom, hogy mire van szükség főműsoridőben, magam is részt veszek benne örömmel, de egy picit ellenébe megyek a trendnek, mindig azt szoktam mondani, hogy ha minden jól megy, akkor ez lesz az én zenei propagandám Tilla után szabadon. És megvan az aha élmény, amikor ezek a zenészek, művészek találkoznak a stúdióban, hogy te jó ég, sosem gondoltam volna, hogy tudnánk együtt dolgozni. Abszolút. Hát én azt a legnagyobb öröm látni, én ilyen nagymamaként állok a háttérben, hogy jaj, aranyoskáim, hát te szeressétek egymást, fogyasszatok, csak magam sütöttem. És fantasztikus azt látni, hogy a legkülönbözőbb emberből, tehát lehet valakit esetleg Zord Ózdi rappernek képzelni, vagy lehet valakiről azt gondolni, hogy egy beképzelt frontembere a Well Hello-nak, meg lehet azt képzelni, hogy ő csak egy ilyen vendéglátós, aki, de itt munka közben kiderül, hogy ezek gyerekek, ezek a zene szerelmesei, és egy pillanat alatt össze tudnak állni. És elborul az agyuk, és csak a zenére koncentrálnak. Igen, és egy nap alatt estig megcsinálják a dalt, ami egyébként néha olyan, hogy hú, az elején még én is azt mondom, hogy hú, az érdekes lesz, és aztán mindig összejött. Nem mondom, hogy mindig olyan, ami olyan egyértelmű, különleges dolgok is vannak benne, elsőre néha olyan, hogy hú, biztos ez, hogy ez így van. Na de hát feszegessük a határainkat, és legyünk nyitottak. Én magam is nagyon sokat tanultam belőle. Én a zenéhez egyáltalán nem értek. Számomra is érdekes lenne ez a műsor? Szerintem igen, hiszen azért a műsor során nem csak azzal foglalkozunk, hogy két tarkót látsz, akik összehajolnak, és azt mondják, hogy kompresszáljuk meg a féder automatikát. Itt vezettél el, igen. Nem, hanem benyitok ezeknek az embereknek az otthonába. Kicsit azt szoktam mondani, hogy én most a magyar zeneipar David Attenborough-ja lettem, és természetes lelőhelyükön keresem fel ezeket a rovarokat, vizsgálgatom őket, és a kis táskámba berakom, és azért egy picit megismerkedünk velük, azért egy picit látjuk azt is, és igyekeztünk azt is megmutatni az érzelmi alkotói oldalát a dolognak. Te hogy írsz dalt, te mit szoktál csinálni, te merre jársz, mi a kedvenc helyed, hogy egy pici kis személyes profilt is kapjunk, és ezzel a kis játékkal, ezzel a csavarral együtt, hogy nem tudnak egymásról, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó keveréke egy kis realitynek, egy kis ismerkedésnek sztárokkal, és leginkább zene rajongása. Tök jó műsor lesz. Ez nagyon tök jó. Nagyon jó. Akkor péntek esténként 22-től. Ma este. Szuper, nagyon jó. Szuper TV2. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.